Szasztok srácok, Zoom, üdvözlök mindenkit! A Raiding Party nerfje óta nem játszottunk Wide-ban Kingsbane Rogue-gal, ezért úgy gondoltam, hogy mi lenne, ha most megnéznénk, na nem a Kingsbane Rogue-ot, mert ugye a Raiding Party óta igazából semmi értelme, úgyhogy odrógozni fogunk, gyertek! Wide-ban, amíg létezett a Raiding Party az eredeti formájában, eléggé a virágkorát élte ugye a Kingsbane Rogue, főleg Oddal egyébként, tehát ugye főleg az Odd Kingsbane Rogue, és hát nyilván teljesen mást kell játszani a Raiding Partynak a nerfje óta, ezért ugye a Kingsbane kikerült az Odd Rogue-okból, viszont a kalózos csomag ugyanúgy benne maradt, az Evil Miscreant egyébként bekerült, mert mégiscsak olcsó lényeket tudunk gyártani, és minden más pedig szerintem ismerős lehet a csomagból, úgyhogy semmi nagyon-nagyon meglepő nincs ebben a listában, szerintem ahhoz képest, amivel mondjuk korábban játszottunk ezzel kapcsolatban. Azon gondolkodom egyébként, hogy mi a helyes Mulligan, de nyilván hát agresszívak vagyunk, tehát hogy az egy és a két dropokra, oda van ugye, szóval hogy az egy dropokra megyünk rá főleg, és akkor így érdekes megfontolás az, hogy mondjuk a bagyot ugye megtartjuk, gondolom én Priest ellen, meg hasonlók, Paladin ellen valószínűleg a Dark Iron Skulkert is megtartjuk, és egyébként igen, tehát hogy a low tap tud még meccset nyerni alapvetően mondjuk például Priest ellen, igen, úgyhogy nagyjából ezek a megfontolások, amik most vannak, így a többit meg majd szerintem létre közben látjuk. Na, menjünk befelé. Valyria versus Alleria! Alleria. Tremble before the might of the elves. Watch your back. A két bukanír az szerintem talán sok. Bár nem biztos. Mindegy, jó az így. Kirakjuk ki a Firefly-t egy ilyen. De valószínű nem, tehát hogy a bukanírt ki kell raknom. És feltételez, mondjuk, ha van egy dropja, akkor valószínűleg a Firefly-t kell kirakni. Ha nincs egy dropja, akkor mehet a Buccaneer. Teljes kész csere. Reméljük, nincs neki egy dropja. Ugye, nyilván Mechhunter ellen játszunk. Nincs egy drop. Nincs egy dropja. Jó. Feed the fish, lover! Király. Incredible. Jó, mennyire akarunk nagy fegyvert? Szerintem egyébként annyira nem, úgyhogy most így lightosra veszik egy olyan figurát. Here we go. Most lehetett volna egy 4-es fegyverem. Coinnal, de nyilván az első explótrakra meghal. Azt leszedjük-e? Ugye nyilván az a kérdés mindig. Szerintem úgy nem. Most így őszintén. Vagy... Mert most ott van a Coin Slayer. Következő körre sajnos. Nézzük meg a Buccaneer mit ad. Hát ez sokat nekünk nem. Úgyhogy... Arc. Csak az arc. Here we go. Igen, kövkörbe feltörjük. Ha meg van rá trigger, akkor így jártunk, de nem éri meg bele csapogatni a kis szarjainkat így. Most meg lehet azt csinálni, úgyhogy megvédjük, de szerintem ez így amúgy jobb. Ja, ez így szerintem frankóbb. Na hát akkor nem is nagyon kell itt semmit csinálni. Nyilván összeadta a számokat és rájött, hogy át tudunk menni a macin, ha akarunk. Volt, és egyébként nyilván nem kommentáltam azt, de hogy ugye Death Rattle Hunter volt, és nem meg. Ami egyébként tök érdekes, tehát én nem tudom, miért játszanál Death Rattle Hunter-t. Mit tudsz vele annyira szivatni?
Nem mondjuk midrange deckeket. De kontrollokat nem. Priestet, hát nem tudom, Priestnek sokkal több feltámasztása. Ő pedig minden valószínűség szerint kalóz. Most ki a gyorsabb a kettőnkből? Valószínűleg én. Az esze mindent hagyunk szerintem. Kérdés az, hogy ő kezd-e kalózzal egyen, ha nem, akkor lehet a deckhand. Simán lehet szerintem a deckhand. És kiderül, hogy kontroll. Ah! Ó, hello. Akkor viszont kezdünk a... Csak így a Firefly-jal. Csak így unalmasan, aztán majd... Ne, az SI egyébként túl jó lesz. Mert az jelöli a helyet rendesen, de... Coin SI trade nem tetszik annyira amúgy. Ha arccal leveszem... Meg beleütöm a deckhandet... Az se jó. Ezt le kell trade-elni mindenképpen. Ne. Megsütjük. Kicsit megsütjük, aztán jó. Mindegy, így tudok degrappozni és deckhandezni is. Úgyhogy most jöhet a South Sea Captain. Jó. Nem rossz, nem rossz. Neki. Egyébkőleg. Így a kapitány most nem csinál semmit, viszont deckhandel le tudjuk trade-elni azt a szutykot. És úgy tűnik, hogy az előzetes elvárásommal ellentétben ő a gyorsabb. Most Patches nyilván lecsapja. Ja, de ez nem is baj. Kellemetlen, mert nem tudjuk megölni. Mondjuk kaphatok az arcomba egy párat, aztán majd jön a Skulker. Ebből még jöhet valami... ami jó. Mi van, hogyha nem ezt csinálom, hanem az 1-2-re adok talentot? Valahogy így. Ugye pecsize már nincs, tehát kézből kell kijátszani legalább két kalózt. Ezt gondoltuk, hogy egy ilyenje lesz, igen. És még? Jó. Skulker ér nekem annyit amúgy? Egyébként ja, ér. Ér, mert lehetséges, hogy fog többet kipakolni, bár mi lesz az, amit ő ki akar rakni, milyen nagyon nagy? Nem tudom. Nagyon nagy a kulcsincsek, tehát Leroy-ja van. Wow, és a Tark Reaper hozza le a meccset. Meg az, hogy ugye végig trédeltük. Hát és egy varior lapot sikerült kijátszani. Zseniális. Na menjünk még! 10 perc alatt két meccs. Ezzel szeretjük a gyors deckeket, nem? Nem úgy, mint a tegnapi sáván, ami fél órán keresztül tartott, és így egész végig kétséges volt, hogy tudunk-e nyerni. Valera versus Gul'dan! Your soul shall be mine! Ez Zul vagy a nagy bekeverős? Szerintem nagy shuffle. Nagy Shufflerre... indulhatok ennyire nehéz kézzel amúgy? Nem. A Slayer nem tarthatom meg. Meg szerintem az Old sem. Nekem egy nagyon erős kezdés kell, és akkor... ja, és akkor úgy jó. Mert meg egyébként mi van, hogyha nem Shuffle? Ez mondjuk így közepesen jó. Mert mondjuk a Hench Tackle-en... Mondjuk ez kimehet hárman, nem? Ja. Egyen kimegy a Firefly, aztán Dagger-up, aztán minden. Ja.
Meg hogy a Dagger Charge az ugye nyilván a Hench Declanra. Az Impactre ugye jó lesz, meg hát nyilván őrizzük a point, mert az Impactre nagyon jó lesz a Skulker. Here we go. Ami lehet Reno is. Ez kimondottan jó. Neki. Azt szerintem ez. Ez nyilván. Ez Leroy-jal letál ugyebár. Hogyha ez nem Shadow Flame. A Shadow Flame... Aha, és ez miért jó neked fel? Amúgy nem lett Eldirója, elszámoltam. Mert az csak 13. Fenébe. Mi van, hogyha ez egyébként izé? Lótebb. Az a baj, hogy... El kell venni arcra. Nincs mese. Jó, nézzük meg, hogy mit kapunk még. Az egy hurka, igen. Jön egy pecsizés. Nem fogom kikoinozni az S-szájt, ez egészen biztos, mert ugye a coin az nekem nagyon kell a következő körre. De hát elmenjük arcra. Ugye azért tettem ki, hogy a... hogy maradjon még egy lényem. Ja, és akkor így letel Leroy-jal. De az a baj, hogy erre kaphat még ugye. Tauntot, és akkor meg baj van. Igen, erre számítottunk. És akkor az 6, az Leroy-jal letel még tűnik. Háromból három. Többet kellene odrogozni szerintem. Ugye alapvetően senki nem számít erre a deckre, mert a nerf óta azért a rogók más irányokat keresnek. Valira versus Rexxar! Let the hunt begin. Watch your... Miscreantet tartjuk-e? Nincs nálunk coin, úgyhogy szerintem a Miscreant ilyenkor nem tartós. Három drop helyett 7 drop. Akkor ez a kezemben lesz egy jó darab. None will survive. Hát akkor csak simán bekezdünk a Bulgarára. Wow. Erre számítottam. És ezt lehetne... Tehát lehetnék a Silence-en kicsit greedy, és azt mondom, hogy új majd következő körben lesz Silence-ig, de akkor azt lehet csinálni, mint a fene, úgyhogy szerintem muszáj ezt. És akkor most a Dagger Charge elment, és Declanra egyébként így is jó lesz. Ja. Nem baj, 4-4-es hashtag szerintem bőven jó. Ezt nyilván megütjük, ez nem nyilván nem jó arc. És akkor még ott van még mindig a Silence, meg a Dagger Up is. Aha. Hát, ez esetben viszont főnök rossz hírek van. Power!
Szerintem egyébként ez muszáj volt, tehát most... Aranykezem volt, tényleg, tehát hogy... És erre tényleg a konzida válasz, mert nem tud mit kezdeni. Ekkor asztalon van, és így sem mondott megragadni az asztalon. És innét lehet vergődni, meg minden, de... Igen, igen, szóval... Ezt jól megjátszotta, de... Nálam minden ott volt, és... Nem saját érdemből volt ott, hanem kaptam a dolgokat. Mindenre volt válaszom. Túloldalon ülnék, akkor most én is hozzám anyáznék. Semmit róga, Peter ott volt nála, és tényleg. Valera versus na, Jaina. Hát Valerox ellen játszunk Valeraként. Jó. Back. Elsőnek megyünk. Lefogja vajon Coin Pingel ne bukani? Valószínűleg egyébként igen, úgyhogy Firefly-ozunk. És akkor várunk a harmadik körig a Buccaneer-re, hát nem tudjuk jobbat. Vagy hát igazából teljesen mindegy. Dupla Buccaneer. Az mire rossz? Elég sok mindenre amúgy. Mindegy, csinálj csak ezt így lassan, szép lassan. Amúgy a kapitány elég jó, hogyha most csak így kimegy hármon. Most kap Frost Boltot. Nem raktak ki a questet, meg semmit. Mi ez a deck? Legalább a questet ki kellett volna rakni, nem? Vagy most itt taktikázunk, hogy nem tudom. Hát akkor én ezt mondom, srácok. És akkor ezt elütjük meg következő körben, meg tudjuk csinálni a csodát. Kimegy két Buccaneer, rámegy a fegyver, aztán hello. Vagy egy Buccaneer, egy fegyver és egy deckhand. Azt a fagyaszt, akkor lehet deckhand. Aha. Mondtam, hogy csak taktikázik a questtel. Uh-huh. Arcba, arcba, minden arcba. Köszi, köszi, hello. Jó. Ó, ez egyébként mennyire jó lesz következő körre, szóval csinálunk egy ilyet. Egy ilyet. Még egy ilyet. És a pecsiszt ütjük be. Vagy... ja, azt beleütjük. Mert fontosabb a 3 damage. A 2-t a 3-ra cserélem. Aztán lehet, hogy nem, majd meglátjuk, de... Az az 1 damage plusz, azt szerintem az most számít. Mert azt meg... Hát vagy a franc se tudja. Lehet, hogy nem pingelte volna. És ugye, hogy fennmaradt, hogyha nem maradt fent az Apprentice, így a Flamewaker köre se jó. Abból most mit szed ki? Volcanic Potit? Szedhet. Jó. Akkor csak sima Blizzard. Hát főnök, az a rossz hírem van. Hát erre is számítottam. És nem számított az a plusz egy damage. De számíthatott volna akár. Egyszerűen, mint kés a vajon megyünk át az ellenfeleinken, az elmúlt néhány nap szivatása után azért ez most a minimum, na, utolsó meccs. Ez a legutolsó odrog meccs ma, és akkor így meglátjuk, hogy valaki végre megalázza minket. Ha igen, akkor már bőven megérdemeltük amúgy.
Valera! Hát és nem ugyanazt a srácot kaptuk, hanem ő egy Kaiser guy, tehát hogy ő maga a császár embere. Nyilván ezt is dobjuk. És nem tudunk mit kezdeni. Ha pecsőzt húznánk, de nem húzunk pecsőzt. Kezdünk a deckhand-el. Jobban szeretnék húzni egy Fireflight meg, mint az előbb. Mondjuk deckhand pecsiz egyet pingel, ki tudom tenni a fegyvert, és nem bele tudom menni a hench clantákba, az nekem elég jól tetszik. És úgy, hogy nem használtunk coin, tehát az apprentice bármikor le tudjuk eszályozni onnét. Na, császár ember, mutasd magad. De úgy egyébként mindenki tempo quest mage-et játszik, tehát nem tudom mi ez a hú, hogy most nem teszem ki a questet majd az apprentice dolog. Ez ilyen nagyon fura. De amúgy a tempo quest mage meg elvileg ugye nekem nem jó, mert ugye a sok Ice Lance, meg a Frostbolt, meg a Novák azok így konkrétan megaláznak. Ha felhúznám véletlenül a Buccaneert, akkor lehet, hogy az Coin Hero Power, minden más esetben ez csak sima Hero Power. Ja, és a 2-1-re megy a ping. Nincs ezzel gond. Elütjük? Hát lehet, hogy most itt elütjük, igen. Így dominanciát mutatunk, és így megütjük az arcát keményen. Ha upgrade-eltlen, akkor nyilván nem ütött, vagy valószínűleg nem ütöttem volna akkor el. Mindegy. Mert egyébként nyilván azt számolgatom, wow, hogy... aha. No. Most ez így amúgy nem tetszik, de most mit csináljak? És jön rá a Explosion. Oh, hát igen. Ez becsész bizony. Ja. És hát nem quest. És feleségesen játszottunk a coinom, de ki kellett próbálni. Jó. Ugye a boltja lehet rá, tehát igazából teljesen mindegy a dolog. Szegény Buccaneer. Na mindegy. Ezt játsszuk. Túl jó a Buccaneer. Kérlek, hogy lótebet, aztán ha lótebet megalázza, akkor megalázzam, sem tudok mit csinálni. Az lehet blokk. És ez inkább blokk lesz, szerintem, mint bármi más. Ugye Vaporize-en nem játszanak amúgy sem. De ez valószínűleg lótebbnek kéne, hogy legyen. Mert ugye akkor két hatalmas test van kint, onnit utána valószínűleg nem nagyon lesz vissza. De szerintem a lótebb itt a legjobb. Lótebb körvön. És utána 9 után az arcát, azt szerintem mindennél jobb. Kivéve, hogyha nyilván megöli, de... Hát akkor itt lehet Buccaneer... Ja. Hát akkor ez megint egy ilyen méltatlan győzelem, az a kis csávonk itt megakadt. Mitől megszakadt. Jó, és innen már mindegy. Innen már vissza is térhet. Mennyiben prokkoljuk? Bármennyiben valójában. Tudjuk elvileg egyben, nem? Excuse me, you are on fire. Király vagy. Na, csak visszatért. Fel is adhatnának. De nyilván nem fogja már ezek után. Ezt csináljuk.
Meglepő, meglepő fordulat, ugye? Hát két kör kiadott a srác, úgyhogy nyilván feladja innét. Akkor a bordon volt, hogy nem tudott valamit csinálni, és ha nem most kapja, akkor a következő körben. Hát srácok, az odrog brutális volt, de most legalább egy kicsit visszakaptam azt a szívást, amit az elmúlt hetekben azért sikerült produkálni, így kb. Minden deck ellen, úgyhogy legalább egy kis jó érzéssel hagyom abba a játszást. Ja, jó volt ez a deck, örültem, jó volt vele játszani. És mondom, nem azért megy így, mert hogy ennyire erős, bár egyébként erős, tehát mint ezért Wide-ban az agródekkek, de igazából váratlan, mert ugye nem erre készülnek az emberek, úgyhogy ezért jó drogozni. Na srácok, ennyi lett volna most az odrógerok, itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!